Javában zajlik Beremed legnagyobb beruházása a rendezvényterem, de emellett azért kisebb beruházások is folynak a településen, hogyha valaki nyitott szemmel megy végig. Pontosan mik ezek? Most nemrégen fejeztük Püspökből be a játszóteret, ígértük, hogy ott is lesz játszótér, megépült. A Püspökből már birtokba is vették. Most Beremenden van egy keret, ebből csinálunk, tehát gyakorlatilag 3 millió forintból csinálunk, és 20 darab híd jön ki, ennyi jött ki körülbelül. Még nincs az utolsó elszámolás, mert az utolsó idak vannak, most ma csinálják az utolsó idakat, és utána akkor elszámolunk, de körülbelül így fog kijönni, hogy anyagáron 3 millióból 20 híd. Ez teljesen jó dolog, és akkor így, ha így halad, akkor éveken belül gyakorlatilag megújulhatnak a hidak Beremenden. Ezen kívül milyen beruházások várhatók még az ősszel? Most, ha befejezték a hidakat, akkor fognak egy darabig járdát csinálni, és utána kezdjük itt a rendőrség előtt a parkolót. Ott már térkövek megjöttek, tehát az lesz a következő nagyobb volumenű munka, amit fog az önkormányzat csinálni. Tehát a rendőrség előtti parkoló, és utána két leállósáva a rendezvényterem felé, két oldalt 50-50 méter. Hamar a rendezvényterem szóba került, ugye látszik, hogy most már kinőtt az épület a földből, látszanak. De gyakorlatilag most már látszik az, hogy mekkora lesz az épület majd, ha megépül. Itt mit lehet tudni? Hát az alaksorban már a villamosságot csinálják. Ott még lesz könyves munka, mert látom, még a közfalakat nem rakták be, de az is a rövid időn belül szerintem az is be lesz. A főfalak már magában a rendezvényteremben az megvannak, az oszlopokat falazzák már, annak is egy része már megvan, és a statikus voltként is a konyhán megint lebontatott egy darabot, és utána, ha most eltakarították, akkor fölhúzzák a falakat a konyhánál is, és utána akkor gyakorlatilag már megy a födémrendszer föl. Amint megépül, akkor lehetnek rendezvények, és ugye azt is tudjuk, hogy az önkormányzat nyert olyan pályázatokat, amik viszont ez majd megtölti kicsit tartalommal ezt az egész teret, meg akár az egész települést. Igen, 3 év alatt 62 rendezvényt nyertünk, azt kell végrehajtanunk, és már most elkezdtük szervezgetni, hogy folyamatosan itt lesz havonta 2-3 rendezvény, úgy számolom, hogy körülbelül annyira fog kijönni ebből, meg amit az ITR-nek meg lesz, tehát így 2-3 rendezvénynek kell havonta lenni következő években. Akkor nem, a beremendek nem fognak unatkozni, úgy tűnik. Igen, én úgy gondolom, hogy nem. Sőt, most már fogjuk reklámozni azt is, hogy mondják meg, hogy milyen koncerteket szeretnének, milyen előadókat, hogy akkor abból tudjunk mi kiválogatni.